történik, mint az Isten teremt, és bevon bennünket ebbe a teremtésbe. És az Isten nagyon, ezt rossz szó, hogy hálás, miért lenne az Isten hálás, de aki szeret, abban hála van az iránt, hogy vannak, akik együttműködnek vele, akik elfogadják ezt a meghívást, az új életre, a teremtésre. És ha ott van a szívünkben ez a vágy, hogy mi Istennel legyünk közösségben, aki újjáteremt, új valóságot hoz létre ebben a szentmisében, akkor kezdjük ezt a szentmisét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szeretet. Amikor valami nagy dologra vállalkozunk, például mint Nóri és András, akkor egy pillanat, hogy a szívünkbe nézünk, megállunk. Mi is van bennem, alkalmas vagyok én erre. Miért vállalkozom erre, mi indít erre. És persze ilyenkor jó talán, hogyha felfedezzük a hiányosságainkat, gyöngességeinket, ami nem arra késztet bennünket, hogy elszaladjunk, hanem a jó Istenre nézünk. És azt mondjuk, hogy Istenem, tudom, hogy veled vagy, tudjuk, hogy veled erre képesek lehetünk. És tegyük ezt most, amikor a beismerő szavait mondjuk Isten előtt. Urunk, Istenünk, könyörülj rajt! Mert védkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságot. És add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te a hitvesi köteléknek szent és fönséges értelmet adtál. Azt akartad, hogy a házassági szövetség Krisztusnak és az ő egyházának szent kapcsolatát jelezze. Add meg, kérünk, Nórának és Andrásnak, hogy amit hitükkel elfogadnak, azt életükkel váltsák valóra. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Egyébként az úr meg ezt a rosszat, hanem a halálát, azt elvettek egymásról.
Légyetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadtok el értünk. Legyetek egymásnak a lelkedet egy Krisztus nyelvi tiszteletből. Az asszony engedel a semmi férjének, akárcsak az ugyanak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Ő ugyanis testének megváltója. Amint tehát az egyház alá az ember, Krisztusnak, úgy az asszony is mindennek férje. Férfiak, szeressétek a feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy keresztségben idejárva megtisztítsa és megszentelje. Nagyobb óvával akar tenni az egyházat, amely sem szető, sem ránc, sem egyébek élelése, hanem szem és szetőtele. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint a saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki nem tudja, gondolza, akárcsak Krisztus az egyházat. Mi ugyanis tagjai vagyunk a testünk. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy testhez. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szeresse tehát mindegyiket a feleségét, mint önmagát, az asszonyok pedig tiszteljék férjét. Ez az Istennek legyen. Legyen veletek! És a teremben! A mennyek országában nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak aki mennyei atyám akaratát cselekszik. Mindaz, aki meghallgatja szavamat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ál, sűrített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ál, sűrített a szél, neki zúdult a háznak, és az összedőlt, és nagy romhalmaz lett. Ezzel Jézus befejezte beszédét, és a nép elragadtatással hallgatta tanítását, úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudók. Ezek az evangélium igéi. Foglaljatok helyet, jó testvérek! Nyilván elsőként Nórit és András szólítom, vagy hát név szerint, de olyan jó, hogy azért itt a szülők és testvérek és jó barátok szűkörű közösségében, és hát nyilván akik még követik ezt a szép szertartást, örömötökben osztoznak, azok is jelen vannak itt a technika eszközeink keresztül. Azért az nagyon nagy ajándék,
igazából az életetekben, hogy a szüleitek, nagyszüleitekre is visszagondolva, azért itt mögöttetek egy olyan nemzedékek vannak, akik életet adtak, és igazából kultúrát, hitet, élhető világba születtetek bele. És fölnőttetek, szépen egymásra találtatok. Ez valahol mindig Isten csodája, hogy ez hogy is működik, hogy másik 4 millió férfi vagy nő közül most milliárd, hoppá, számokkal el vagyok, bocsánat itt. És mégis egymásra találtatok. És na, ez mindig titok maradt, hogy mi az a vonzódás, meg mi az a komoly döntés, ami és amikor megszületik, de tényleg ehhez Isten áldása kell, mert ez erőnket meghaladó valóság. Pál apostol leveléből, amit az imént fölolvastatok, hát az tényleg mindezt Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Tehát, hogy igazából azt a misztériumot, azt a minket meghaladó valóságot, hogy az Isten hogy szereti az ő népét, minket, azt ti egymás fele tudjátok megmutatni. És ez persze kifele is sugároz, mert azért a jó testvérek és barátok és mindenki azért ebből merít erőt, hogy ti is megújuló szeretettel vagytok egymás iránt. Ez még szuszogunk, addig ez feladat lesz. Ezt az idősebbek tudjuk, hogy nem elég valamit egyszer kimondani, hanem a szerint élni nagy művészet. És hát ehhez kaptok muníciót is. Oda és vissza hat. Az általatok választott Jézusi szöveg, amelyik igazából a hegyi beszédnek a záró, összefoglaló szavai, azért ott, mikor ezt felolvasom, hogy jött, szakadt az ápor, ömlött az ál, süvített a szél, nekizúdult a háznak, ugye minden külső körülmény az ellen van, hogy valami szilárd legyen, de ha az meg van alapozva, akkor mégis állja a sarat. Most itt akármiféle járvány, akármiféle külső körülmény lesz is, ha Krisztusra alapoztok, akkor ténylegesen ez az egység, ami bontakozik. Életetek végéig fog bontakozni a házastársi szeretet, családi légkörnek az egysége, az szilárd marad. Hát legyen így is, ezt kívánjuk, ezért imádkozunk. És hogy igazából ebből, ugye láttunk itt ószövetségi gyönyörű kis ragaszkodó kifejezéseket, amelyet tényleg a bibliai hagyomány megőrzött, ahova te mész, oda megyek én is. Hát ez lehetséges, hogy kell bizonyos helyzetekben is, fizikailag is, de lelkileg mindenképpen, hogy kísérjük. Akihez te tartozol, ahhoz tartozom én is. Most itt kölcsönösen ugye családok is bizonyos értelemben összefordnak, vagy legalábbis egy tiszteletteljes szeretetben akarunk egyé lenni. Én egy vaskos kötetet hoztam ide a polcomról, ahol nagy teológusok műveit, ókeresztény írók sorozatból Tertullianust szeretném fölidézni, aki a feleségének írt egy levelet, és az megmaradt. És abból egy picit felolvasok, mert ez jelzi azt, hogy ő a második századfordulóján, tehát nagyon régen, de mégis a házasságról hogyan vall, és azt gondolom, hogy ti jó úton indultatok el, és ez összhangban van azzal, amit Tertullianus is megfogalmazott. Azt kérdi itt a feleségéhez szóló elmérkedésben. Mi nagyszerű az iga, amelyet a hívő pár visel? Ugye azért igának nevezi azt. Tehát úgyis el kell húznunk az életterheit, de ha van iga, és nem csak kötelet dobnak a nyakunkba, akkor képesek vagyunk. Mert azért egy család élet, gyereknevelés, sok minden, beterült falatért való küzdelem, azért az egy iga. De a hívő pár
egy a reményük, egy a fegyelmük, és ugyanaz a szolgálatuk. Ugye valószínűleg kifele való szolgálat. Testvérek ők mindketten, szolgatársak mindketten. Ugye valószínűleg itt az Isten iránti szeretetük. Valóban ketten egy testben élnek ők, ahol egy a test, egy a lélek is. Együtt imádkoznak, együtt borulnak térdre, együtt böjtölnek, tanítják egymást kölcsönösen, buzdítást adnak egymásnak, egymás irányában közösen türelmesek, ezt aztán gyakoroljuk, már most, de amikor fogy a türelem. Hasonló módon viselkednek az Isten egyházában, hasonlóképpen az Isten lakomáján, szerintem ez az eukarisztiára utal. Egy azon lelkülettel a szorongattatásokban, az üldöztetések idején, második század vége, benne él ő maga is. Bizonyos értelemben azt gondolom, 21. század is olyan világot mutat, ahol azért az Isten ellenes erők is nagyon erőteljesek, hogy nagyon észnél kell lennünk az igazi tanításhoz és ennek megfelelő életvitelhez ragaszkodni, az sokakban megütközést okoz, és ezt állni kell a sarat, nem? Aki Krisztusra hagyatkozik üldöztetések idején és a verőfényes napok nyugalmán. Egyik sem titkolózik a másik előtt, nem kerülik egymást, életük párjának terhére nincsenek. Ilyenkor úgy belegondolok, hogy mert lehet ilyen. És akkor azért, aki házas, az mondja, hogy hát igen, van ilyen. Van ilyen, de igyekszünk inkább a javára lenni, az örömére. Ugye ezt fogadjátok meg egymás fele is, hogy a javadat keresem. Miben tudnék úgy melletted lenni, majdnem, hogy nap mint nap kéne ezt kimondani egymásnak, hogy te bontakozzál, mert amit megszerettem benned, aznak szárba kell szökkenni az évek, évtizedek alatt. Azért vagyok, hogy te növekedj, és ezt ha kölcsönösen kifejezitek egymásnak, akkor ez tényleg megnyugtató és gyümölcsöző. Szabadon látogatják a betegeket, és segítik a szegényt. Érdekes karitatív vonatkozása, és természetesen beszél erről, hogy ez a házasságnak is egy gyümölcse, hogy kifele is nyitottak vagyunk. Keserves gyötrelmek nélkül adják az alamizsnát, aggályoktól nem kínzottan mutatják be az áldozatot, senki nem akadályozza a mindennapi jámborkodást, szép fordítás, bizonnyal a vallási életre utaló ragaszkodás. Nem lopakodásban vetik a keresztet, ugye ez egyház üldöző időkben, nagyon érthető ez a kifejezés. Nem aggodalmaskodóan kívánnak szerencsét, és nem csak lélekben mondják az áldás igényét. Mindkét szájon fölcsendül a zsoltár, a himnusz, és kölcsönösen versenyre kelnek, hogy ki énekeljen jobban Istennek. Nagyon szép, és a záró mondatot még fölolvasom, és itt sokunkban emlékek ébrednek, hogy ezt hallottuk már valahol. Örül Krisztus, ha lát és halli ilyeneket, és békéjét küldi rájuk, ahol ketten vannak, ő is ott van. És ahol ő ott van, ott a gonosznak helye nincsen. Azt gondolom, hogy ez az utolsó mondat, mintha ihlette volna azt a házi áldást, ami sokunknak a falán, otthonában ott van. Mert tényleg, ahol az Isten jelen van, ott a békesség, a szeretet tud otthonra lelni. Ezt kívánom szívből számotokra is ezen az ünnepi órában, itt az oltár előtt, ahol hát mindjárt István Atya kifaggat benneteket, hogy tényleg jó helyen vagyunk el, és ténylegesen amire készültök, az valósuljon meg. Isten segítsen!
Kedves Nóra és András, eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgálja és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Titeket, akiket már megszentelt a keresztségben, most egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelét, kötelességét. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek, feleljetek ezért az egyház kérdéseire. András, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Igen. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Nóra, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy lendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Kedves fiatalok, most következik az a pillanat, amikor ünnepélyesen is kinyilvánítjátok, hogy egymás házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm a stólával, annak jeléül, hogy házasságotok Isten előtt felmondhatatlan. András, nyilatkozzál Isten és az Anyja a Szentegyház szín előtt, akarod-e a jelenlévő Nórát feleségül venni? Akarom. Mondtál utána, Nóra. Nóra. Isten szent szín előtt. Isten szent szín előtt. Feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Nóra, nyilatkozzál Isten és az Anyja a Szentegyház szín előtt, akarsz a jelenlévő Andráshoz feleségül venni? Akarom. Mondtál utána, András. András. Isten szent szín előtt. Isten szent szín előtt. Feleségül megyek hozzád. Feleségül megyek hozzád. És ez az a pillanat, amikor már nem egymás egyes társai vagytok, hanem reményünk és hitünk szerint egymás házastársai egy hosszú, szép életre. És azt hiszem, hogy azokon a napokon, amikor ilyen szeretettel tudtok egymással nézni, és közben fogjátok egymás kezét, semmiféle ellenőrizhetetlenség nem fér közébe. És ezt a házasságot az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ti pedig testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e Szent Életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza. Most pedig ősi magyar szokás szerint esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek. Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utána az esküszót. Isten engem úgy segíti. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Téged, Nóra, szeretlek. Vagy téged, Nóra, szeretlek. Szeretetből veszlek feleségül. Szeretetből veszlek feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak.
Holtomiglan, holtomiglan. Holtomiglan, holtomiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engedelmiségében. Isten engedelmiségében. Engem úgy segíjen. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged András szeretve. Téged András szeretve. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szentegyház törvénye szerint. Az Anya Szentegyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtomiglan. Holtomiglan, holtomiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segít. Isten engem úgy segít. Jó kis magyar bizalmatlanságnak tűnik, hogy lényegében ugyanazt elismételtétek, mint az előtt. De én azt hiszem, hogy ez azért van, mert olyan jó ezt kimondani többször. Isten adja, hogy örömmel tudjátok kimondani ezt olyan sokszor. Most pedig megáldom a gyűrűket, meg a kölcsönös hűség szeretetnek a jele. Áldja meg az Úr ezeket a gyűrűket, amelyeket a kölcsönös szeretet és hűség jeléül most egymás újjára hoztuk. Csokoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás újjára és mondjátok utána. Nóra. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jelenül. Szeretetem és hűségem jelenül. Az Atya. Az Atya. A Fiú. A Fiú. És a Szentlélek. És a Szentlélek. András. András. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jelenül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya. Az Atya. A Fiú. A Fiú. És a Szentlélek. És a Szentlélek. Az emberi gyöngeség, hogy a tetszésünket kifejezzük, és hát amikor valami igazán nagy dolog, valami megismételhetetlen dolog történik, akkor persze, hogy öröm van bennünk, és nyugodtan kinyilváníthatjuk a tetszésünket. Kicsit olyan ez, mint egy naplemente, az Isten hatalmas műve. De nem csak én. Thank you.
az énekben, hogy a jótalmába vegye a fiatalokat. Most pedig nagy bizalommal kérjük mennyei atyánkat, hallgassa meg kérdéseinket. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Szükségben az a szám, minden is a nevágyózatokhoz. Urunk Istenünk, fogadd felajánlott adományainkat házasságkötés szent ünnepén. Te rendelted ezt a szentséget, kérünk, viseld gondját azoknak, akik házasságban élnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igaz.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Mert te kötötted össze a hitves társak életét az egyetértés és a békesség felbonthatatlan köteléke által, hogy megsokasítsa fogadott fiaidnak számát, tiszta, szent és termékeny házas életük. Mert gondviselésed és kegyelmed kettős ajándékot készít számukra. Emberek születnek a földre, gyarapszik a világ és szépül, a keresztségben pedig újjá születnek, és így növekszik az egyház, Krisztus, a mi Urunk által. Most ezért az angyalokkal és szentekkel együtt dicsőséget, himnuszát zengjük, és ő általa mondjuk. Megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, vagy hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott hirdetjük, Urunk, és hitel vajon föltámadásodat, amíg el nem győz. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgádat Ferenc pápánkat, László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyának, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermeket. Elmúlt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Az ikonosztász áll előttünk, akin keresztül tudunk valamit mondani az Istenről. Kézzel fogható, megtestesült alakok a szenteken keresztül látunk be a mennyek országába, és azt hiszem, hogy ez a házasság szentségének a lényege és teljesége, hogy rajtatok keresztül belelátunk az Isten, Istenbe mutatnánk a mennyben, ha szóval ezt mondani. Azok közé, a viszonyok közé, amit az Isten akart, Isten áldott meg. De hát ez meghalad bennünket, ezért van itt Krisztus közöttünk a kenyérben és a borban, a kenyér és a bor maga Krisztus, hogy erre képesítsen bennünket. Ezért üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a hatereket, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a Most pedig, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgálójára, aki jegyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a Szent Szövetség Krisztus testének és vérének szentsége által, szeretetben egy szív és egy lélek legyenek. Istenünk, te hatalmad erejével a semmiből teremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjait leraktad, és isteni képmásodra megalkottad az embert, a férfinak elválaszthatatlan segítő társul adtad az asszonyt, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek. És így arra tanítasz minket, hogy nem választhatjuk szét, amit akaratod egynek alkotott. Istenünk, te rendelted az asszonyt a férfi mellé, és erre a legősibb emberi közösségre áldást adtál. És bár megbüntetted őszüleink vétkét,
és vízözönnel sűjtötted a bűnös világot, ez az áldás mindvégig megmaradt. Nézd tehát kegyesen Nóra szolgálódra, ki oltalmazó áldásodat kéri a házas élet küszöbén. A szeretet és a békesség lakjék lelkében, és álhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal. A férje bátran hagyatkozzék rá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tiszteletten legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát. Most pedig azért könyörgünk, Urunk, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, és a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaság példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tegyenek tanúságot Krisztusról. A termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák. Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társaságába jussanak a mennybe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke egyedével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Könyörögjünk. A szent áldozat kegyelmével kísér Istenünk e házastársakat, Andrást és Nórát, hát, hogy egy szívvel, lélekkel szeressék egymást, akiket szent közösségbe kapcsoltál, egy kenyérrel tápláltál és egy kehelyből részesítettél, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Annak idején, amikor 1537-ben a velencei pátriárka papá szentelte az első társakat Jézus társaságában, akkor azt mondta, hogy hát ez egy rendkívüli szentelés volt, mert ez neki is nagy lelki hasznára volt. Őt is áthatotta a szent hangulat. Hát most ezt én is tudom mondani, hogy ez egy igazi élmény volt, amikor két fiatalt láthattam, akik átadják magukat Isten kezébe valamilyen módon. Hát ezt így mondjuk két közapinyában, hogy egymásra bízták magukat. Egy kicsit jelképes a kórus éneke, mert az előbb énekelték Krisztus lelke szente meg engem, és hát a fiúk csak dörmögtek. Kicsit ez jellemző a mi társadalmunkra, házasságunkra is, hogy a nők viszik a prímet, a fiúk csak dörmögnek. Kicsit ott hangosodtak föl a fiúk, hogy inebriáme, Számbisz Krisztine, részegíts meg engem, nem tudom, hogy miért volt. De egy kis biztatás is akar lenni igazából, hogy hát igen, akkor szép az élet, hogyha beleadjuk magunkat, a magunk módján, ugyanakkor pedig teljes szívvel, teljesen. A hibáinkkal együtt is, amit aztán lesz mit megbocsátani. És az is elmélyíti a kapcsolatot, amikor megbocsátunk egymásnak. Isten adja áldását erre a házasságra és erre az együttlétre. Ne feledkezzetek meg arról, hogy szüleitek nélkül nem lennék. Nagy szüleitek mások nélkül. És Isten adja, hogy a felnőttek is tudják, hogy ők is tehetnek arról, amit ezután történt. Példájukkal, ha másképpen nem hozzájárultak. Kérjük Isten áldását és az ő a szeretetét. Az Úr legyen veletek. És a szeretettel. Istenünk, az örök Atya, őrizze meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse a lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon. Amen. Legyetek áldottak gyermekeitekben, találjatok az életben őszinte jó barátokra, és éljetek minden emberrel igaz békességben. Amen. Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában. Amen. És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmise véget ért, járjatok Krisztus békéjében. Istenem,